Idén sem áll meg az áremelkedés az ingatlan piacon. A 12. kerületben a családi házak a legkelendőbbek. Megtévesztő ajánlatok, jelenleg is folyik a vizsgálat egy a Városmajori Szívklinika nevével visszaélő csoport ellen. Továbbra is színes a paletta, megújult programokkal várja idén a látogatókat a Hegyvidéki Kulturális Szalon. Évelején sokan szeretnének megszabadulni a felesleges kilóktól, a szakemberek szerint nincsenek csodák, de az életmódváltás sokat segíthet. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Idén sem áll meg az áremelkedés az ingatlan piacon. Az elmúlt 3 évben 10-15%-os volt a drágulás évente, és a szakértők szerint ez a tendencia akár tartós is lehet. A Hegyvidéken a családi házak iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. Az elmúlt évben mindössze 2 hónap volt, amikor lassult, vagy egy pillanatra megtorpant az ingatlanárak növekedése a fővárosban. Júniusban és júliusban kicsit szerényebb lett a kereslet, de aztán új lendületet vett, és azóta is tart az ingatlanpiaci boom. Budán a külső kerületekben, vagyis a 22. és a 3. kerületben volt a legnagyobb arányú a drágulás. Az 1., 2. és 12. kerületben viszont már eleve nagyon magasról kúsztak az árak tovább, ha szerényebb mértékben is. Ingatlan típusonként nagyon nagy a szórás. A fővárost egészére az a jellemző, hogy a eladott lakások átlagos négyzetméter ára az év végén kb. 480-490 ezer forinton tetőzött, a családi házaké pedig 320-330 ezer forintos áron négyzetméterenként. Ami nagyon érdekes, hogy például a 12. kerületben ennek ellentétes tendenciát tapasztalhatunk, tehát a 12. kerületben például a családi házak mintegy 670-680 ezer forintos négyzetméter áron forogtak, míg a téglaépítési lakások átlagos négyzetméter ára csak, idézőbe téve csak 600 ezer forint körül alakult. Tehát érdekes, hogy a 12. kerületben a családi házak átlagos négyzetméter ára az meghaladja a téglaépítési lakásokét. Az átlagostól eltérő tendencia magyarázata a szakértő szerint az, hogy a 12. kerületben a családi házakat felölelő terület az abszolút prémium területnek számít a hazai ingatlanpiacon. Éppen ezért egyre nagyobb az itteni ingatlanokra a kereslet, míg a kínálat nagyon szűkös. Az elmúlt 2-3 esztendőben 10-15%-kal nőttek az árak a pesti kerületekben is, vagyis lecsökkent a pesti belvárosi és a felkapott budai területeken kínált házárak közötti különbség. Így egyre többen választanák a Hegyvidéket lakóhelyül. Emellett egy árfelhajtó visszaköltözési hullámnak is tanúi lehetünk az agglomerációból. A rendszerváltás időszakában sik volt az agglomerációba költözni és a peremkerületekre, elsősorban a jobb életminőség reményében. Azóta viszont fölnőtt egy olyan generáció, aki az agglomerációban nőtt föl, így ők voltak az elsők az összes iskolai rendezvényről, buliról, zsúról, akiknek először kellett otthagyniuk a társaságot, illetve hogyha nem volt az olyan szülői kapacitás, aki fuvarozza őket, akkor ők minden jóból kimaradtak. Ezért ez a generáció már inkább a belváros és a infrastruktúrához való közelséget részesíti előnyben. Ez persze nem jelenti azt, hogy az agglomerációs árak csökkennének, ugyanis a tapasztalatok szerint oda most azok költöznek, akik kicsit szerényebb összegből a lehető legtöbbet szeretnék kihozni. Őrizetbe vette a rendőrség azt a férfit, aki megütött 2 ellenőrt egy első kerületi villamos megállóban, az eset még november közepén történt. A bűncselekményt a térfigyelő kamera is rögzítette. A felvételeken látszik, ahogy az elkövető bántalmazza a 2 ellenőrt. Az egyik jegyvizsgáló 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A férfit egy szolgálaton kívüli járőr a felvételek alapján felismerte és értesítette a kollégáit, így fogták el. A felvétel alapján egy szolgálaton kívüli rendőr január 3-án az esti órákban egy belvárosi antikváriumnál felismerte az elkövetőt. A rendőr értesítette kollégáit, akik a helyszínen 18 óra 30 perc körül el is fogták a feltételezett elkövetőt, előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vettük. A férfi ellen súlyos testi sértés büntet és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntet miatt indult eljárás. Tovább javultak a foglalkoztatási mutatók. A KSH friss adatai szerint a múlt év szeptember-novemberi 3 hónapjában 142 ezerrel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban. Így a foglalkoztatottak száma elérte a 4.411 ezret.
Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár a KSH jelentésére reagálva azt mondta, a rendszerváltás óta nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most. Hozzátette, a javuló munkaerőpiaci mutatók az elmúlt években kialakult gazdasági környezetnek és a kormányzati intézkedéseknek köszönhetők. Továbbra is folyik a vizsgálat egy a Városmajori Szívklinika nevével visszaélő csoport ellen. Egy gazdasági társaság úgy próbált megjelentős haszonra szert tenni, hogy vizsgálat ürügyén különböző gyógyulást ígérő termékeket, illetve más speciális eszközöket adott el, főleg idős embereknek. A termékbemutatókkal kapcsolatos szabályok ugyan szigorodtak, ám a szakértők szerint egyre szerteágazóbb azoknak a cégeknek a hálózata, akik a törvényi kiskapukat kihasználva emberek becsapásával szereznek extra profitot. A legújabb fogyasztóvédelmi szabályok előírják, hogy a termékbemutatókat tartó cégeknek az ilyen jellegű programokat be kell jelenteni az illetékes jegyzőknél. Ez azonban minimális visszatartó erő. Sok cég, így például egy a Városmajori Szívklinika közelében működő vállalkozás magát például egészségügyben elismertként tüntette fel, sőt a klinikai kapcsolatokra, együttműködésre hivatkozva vásároltatott számukra felesleges berendezéseket az emberekkel. Egészségügyi egészségnapot, ingyenes szűrővizsgálatot, állapotfelmérést színelve egy hozzá nem értő személyek ezt a termékbemutatót olyan formában nyújtották, hogy az ott ezen résztvevő fogyasztók abban a hitben voltak, hogy ezek szakemberek, tehát ezek valamilyen egészségügyi végzettséggel rendelkeznek, nyilván a legtöbb esetben, akikben potenciális vásárlót találtak az elmondottak alapján, azt tudatosították, tehát egy ilyen pszichés nyomást gyakorolva, hogy valóban szüksége van rá, agresszívan vásároltattak velük erőn felül olyan termékeket, amiknek nem feltétlenül a valódi árát fizettették meg a rendszerint idős, egyedül érkező személyekkel. A magát a szívklinikával szakmai kapcsolatot ápoló egészségügyi cégként feltüntető üzletben sem az árak, sem a szakértelem, sem a körülmények nem voltak megfelelőek. Sok esetben például egy WC előterében készülhettek fel a kiszemelt páciensek az úgynevezett vizsgálatokra. Sajnos ennek ellenére nagyon sok embert sikerült megtéveszteni, mielőtt az üzlet ügye a nyomozók kezébe került. Sok esetben nehéz feltérképezni, hogy kik voltak még azok, akik érintve lehettek ebben az ügyben. Tehát nekik is eldönti akár a rendőrség, akár az ügyészség, hogy bűncselekmény gyanúja felmerül-e. Mindkét hatóságnak tájékoztatási kötelezettsége van az írásbeli bejelentések nyomán, hogy mi történt az adott ügyben, hogy ők minek minősítették az adott tényállást. A hegyvidéki önkormányzat szakértői tehát időben megkapják a Városmajori üzlettel kapcsolatos információkat is, ám egyelőre vizsgálják, hogy hány esetben történt megtévesztés, becsapás, visszaélés, illetve más törvénybe ütköző cselekmény. Ha a nézők közül bárkinek információja van hasonló akciókról, akkor az önkormányzat hatósági irodájánál és a rendőrségen is tehet bejelentést. Egyszerűsödött a jogosítvány megszerzéséhez szükséges forgalmi vizsga. Eddig 9 előírt feladat volt a vizsga során, amelyből 4-et kellett végrehajtani, januártól viszont már csak 2-t kell elvégezni. Kikerült a gyakorlati elemek közül például a balra-hátra 90 fokban történő parkolás és a saroktolatás. A Nemzeti Közlekedési Hatóság szerint a változtatás hatékonyabbá teszi a vizsgáztatást, mert több idő jut az érdemi tudás ellenőrzésére. Megújult programokkal várja idén a látogatókat a Hegyvidéki Kulturális Szalon, ahol évente több mint 1500 különböző aktivitást szerveznek. Nem csak kulturális, de egészségügyi és tudományos programokon is részt vehetnek a látogatók. Előre nyújtózunk a kezünket, cicahát, homorú cicahát, csípő hátra. Gerinctorna zajlik a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. Ez csupán egy a számos program közül, amit az intézmény kínál. A tavalyi évben 5. születésnapját ünneplő szalon a 2017-es évre is rengeteg érdekességgel készül. A repertoárban idén is helyet kapnak a Szalon Egyetem tudományos és ismeretterjesztő előadásai. Az idei programfüzetből a szalon vezetőjével csemegésztünk. Hogyha valaki föllapozza a programfüzetet és a Szalon Egyetem 2017-es évi programjait megtekinti, akkor isteni kőgulákról hallunk majd előadást, a hangszerekről, hogy hogyan szólalnak meg. Egy hídépítőmérnök annak az érdekességét fogja elmesélni, hogy hogyan lehet térben arrébb tolni egy hidat,
de lesz előadás Dubrovai László zeneszerző világáról, valamint Dienes Valéria, a polihisztornő a Mozgás Diadala címmel. Hallunk majd előadást Szász Évától. Természetesen a tudományok felé is elkanyarodunk, mert atomenergiáról is lesz szó, valamint Barangolások a régmúlt kárpáti erdősségek nyomában címmel is hallhatunk majd tavasz környékén egy előadást. Az előadás sorozatok mellett klubfoglalkozásokon és civil kör által vezetett programokon is részt vehetnek az érdeklődők, amelyek a tánc és különféle mozgásformák világába kalauzolják el a látogatókat. Továbbá a Szalon vadonatúj színház történeti előadásokkal is készül az idei évre. Újdonságként indul útjára itt 2017-ben a Volt egyszer egy színház sorozat, valamint a Kulisszák mögött sorozat. Ez érdekes módon mind a kettő egy kicsit a színház világa. Nagy egyéniségekről, nagy színházi képviselőkről fogunk itt látni, hallani, műveikről beszélgethetünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok embert érdekelni fogja. Idén is folytatódik a nagy sikernek örvendő Barangolások kiránduló program. Az év első utazása a Holokauszt Emlékközpontba tett látogatás lesz. Minden hónapban új kiállítást szerveznek, amely amatőr és híres művészek, illetve a kerületben élő idős emberek munkáit mutatja be. Ez utóbbi idén önálló programmá válik, mondta Menyhárt Éva, a Kulturális Szalon vezetője. Egy kis újdonság 2017-re, hogy az Idősek Világnapja környékén ezt a kiállítást egy kicsit ilyen hegyvidéki művészeti napokká szeretnénk átalakítani, mivel már a múlt év is azt bizonyította, hogy kicsi hozzá a hely, és kevés az egy hónap lehetőség, tehát egy kicsit bővebben, hogy minél több ember tudja elhozni a munkáját, mert ugye be voltunk szorítva, egy-kettő munkát tudtunk valakitől befogadni. Volt olyan eset, hogy nehezen lehetett választani a munkáját közül, hogy melyik legyen az az egyetlen egy, amit ki tudunk neki állítani. Tehát ebben az évben hegyvidéki művészeti napok lesznek a Idősek Világnapjához kötődően többször is itt a Kulturális Szalonban. Az évente 1500 rendezvénynek helyet adó Kulturális Szalon a hegyvidéki önkormányzat támogatásával belátható időn belül a Törpe utcában egy új, modern épületbe költözhet át. Évelején sokan szeretnének megszabadulni a felesleges kilóktól, a szakemberek szerint nincsenek csodák, egészséges körülmények között egy hét alatt 1-2 kilónyi felesleget lehet leadni. A rendszeres testmozgás és a rostús táplálkozás azonban célra vezető lehet. A legtöbb ember diétával és testmozgással kezdi az új évet, hogy az ünnepi lakomák alkalmával felszedett plusz kilókat mi hamarabb ledolgozhassa. A legnehezebb mindig az első lépés megtétele az életmódváltás felé. Ahhoz, hogy látható eredményt érjünk el, elengedhetetlen a rendszeres testmozgás, mondja Baucsek Norbert, aerobik világbajnok. Rengeteg telefonhívást kapunk vendégektől, akik már nagy részük szabadkozással kezdi, hogy idáig bírtam sportotak, és most újra eljött az idő, hogy most komolyan vegyék önmagukat. Nekik én mindenképpen azt javaslom, hogy első körben, hogy igazából teljesen mi az első lépést tegyék meg. Hogy éppen kimennek kirándulni az erdőbe, ugye itt van nekünk közel normafa, vagy lejön a terembe, vagy elmegy kocogni, vagy kardiozni, vagy bármi, csak egyszerűen tényleg a változás történjen meg. Sokan vannak, akik időhiány miatt, vagy más okból nem jutnak el edzőterembe, így otthon próbálnak megfogyni. Baucsek Norbert óvatosságra int az otthoni, saját magunk által kreált gyakorlatokkal szemben. Az otthon való sportolás egy nagyon jó dolog, meg lehetőség, az első lépésnek tökéletes, de azért azt nem mondhatnám, hogy valaki otthonról elindul magától, és be fog futni egy olyan karriert, hogy első sikerülni fog neki az önmegvalósítás. A személyi edző több olyan otthon elvégezhető gyakorlatot mutatott nekünk, amit ha az ember rendszeresen elvégez, biztos lehet abban, hogy az eredménye látványos lesz. Ezt váltott lábbal érdemes végezni, mert kevésbé választó, hosszabb ideig lehet csinálni. Szervezetünk állapotától is függ, hogy naponta hány perc az ideális mozgásidő számunkra. A napi 20 perc ér annyit, mint mondjuk két naponta az egy óra. Ez már attól függ, hogy ki milyen testi állapotban van, akinek mondjuk a teste nem annyira egészségesebb, vagy sérültebb, vagy túlsúlya rendelkezik, ott lehet, hogy többet ér a napi szintű mozgás. Tehát ott inkább egy egészségi dologról van szó, hogy minden nap átmozgassuk a testünket, a szervezetünket. Ez egy 20-30 perc, arra jó, hogy kimegyünk sétálni egyet, vagy ezt a pár gyakorlatot elvégezzük otthon. Ha viszont van több időnk, akkor én inkább azt mondanám, hogy hetente 3-4 az egy óra, az többet ér, ahhoz, hogy eredményt érjünk el a testünkkel. Egy perc jó, egy perc van, bátrakozunk, két perc van. Ha
legfontosabb tehát, hogy mindenki megtalálja a saját maga és szervezete számára a legideálisabb mozgásformát, illetve étrendet, ami által kiegyensúlyozott és egészségesebb életet élhet. A következő napokban jelentős lehűlésre lehet számítani, akár -15-20 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy a nagy hideg a madarakat is megviseli. A táplálék mellett a rendszeres folyadékpótlás is fontos, mert a fagy miatt nehezebben jutnak vízhez az apró állatok. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!